Már is Londonba kapcsolunk, egy ott élő magyar fiatal, Frank Dominika van a vonal túlsó végén. Jó estét kívánok! Dominika, merre volt, amikor a támadás történt? Ez ugye a belváros, merre volt akkor? Jó estét! Hát én dolgoztam éppen közel a belvárosban. No. Éppen team meetingen ültünk, amikor hallottunk a hírről. Nem mondanám, hogy pánikhangulat volt, de annyit észleltem, hogy fokozott rendőri készültség van a belvárosi metróállomásokon, és rendőrök cirkálnak az aluljáróban. Mit tapasztal most az utcákon? Mekkora például a készültség? Hát rendőri részről a belvárosban, mint említettem, nagy a készültség, de tehát a közhangulaton nem érzékelni, sokan nem is hallottak róla. Nem tudunk magyar sérültről. Nem tudom, hogy az ottani magyarok mennyire tartják a kapcsolatot. Keresték-e egymást például közösségi oldalakon? Tudnak-e egymásról? Inkább engem kerestek külföldről, illetve otthonról, hogy minden rendben van-e. Hát az itteni magyarokkal tartjuk a kapcsolatot, de nem hallottunk sérülésről, és mindenki rendben van-e. Ez maradjon. És mindenki rendben van. Maradjon is így. Változik-e valami, tehát, hogy például holnap ugyanúgy mennek-e dolgozni, vagy kérik-e a hatóságok azt, hogy lehetőleg maradjanak otthon? Egyáltalán milyen állapotban van a tömegközlekedés? Mennyire élhető a város? Hát a tömegközlekedés, ha jól tudom, pár órán keresztül nem igazán funkcionál. A buszok hát fennakadásokat jeleztek, és késtek is, viszont holnap szerintem minden rendben lesz, és már most minden rendben van, visszaállt a közlekedés a helyére, tehát rendszerint közlekedik minden. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll, Dominika, minden jót a továbbiakban is, viszont hallásra!